Nemanja Karapandzsics a múzeum kusztosza által összeállított tárlatot több mint egy évnyi kutatómunka előzte meg. Ezzel a témával eddig még senki sem foglalkozott, így úttörő kezdeményezésnek lehetne nevezni ezt a kutatást, amely jó alapja lehet a további kutatásoknak. A Szokol mozgalom Prágában alakult 1862-ben, majd tűzként terjedt el elsősorban a szláv nemzetiségek között, akik abban az időben az osztrák-magyar monarchia területén éltek. A mozgalom elsősorban az egészséges életmódot, a kultúra ápolását, de az oktatás fejlesztését is szorgalmazta. A múzeum tulajdonában lévő anyag mellett a tárlat keretében az együttműködő partnerek, a Nagybecskereki Népmúzeum, valamint az Entai Városi Múzeum tárgyai is megtekinthetők. Szokol társasággal összességében foglalkozik, ahogyan az működött a Szerbiában, elsősorban a két világháború közötti időszakban. Érdekessége ennek a kiállításnak, hogy még sokak számára ez egy ismert téma, talán ennél a kiállításnál kaptam legtöbbször azt a kérdést, hogy akkor miről is van szó, kik is voltak ők. Így azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes tényfeltáró kiállítás azok számára, akik még nem hallottak ennek a társaságnak a létezéséről is. Ugyanis mai napig ez egy működő társaság, de ténylegesen a két világháború között voltak legaktívabbak. A kiállítás az év végéig tekinthető meg. A tárlat a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium támogatásával valósult meg.